Szerb, román és magyar utánpótláskorú fiatal kosarasok csaptak össze a Hótói sportcsarnokban. Mindez egy Európai Unió által támogatott határon átnyúló program része volt. Ez egy kétnapos torna, rengeteg mérkőzéssel, 21 mérkőzés lesz, mire végére érünk. Ez a magyar-szerb határon túli kapcsolatokra épülő programnak a folytatása, amit március 21-én kezdtünk az edző és a bíró továbbképzéssel. Aki esetleg nem tudná, a Vásárhelyi Kosársuli egy Európai Uniós pályázaton 98 ezer eurót nyert. Ilyen határokon átívelő sportbarátságok, kapcsolatok kiépítésére. De eleve a programunknak a szlogenje, amit beadtunk, az az volt, hogy sporthatárok nélkül, kosárlabdával a szomszédos országok fiataljának a barátkozásáért. És ehhez kellett egy szerbiai partner. Ezt a Zenta mellett van egy aranyos kisváros Csóka, az ottani kosárcsapatba találtuk meg, akikkel már évek óta jó kapcsolatunk van, tehát a programtól függetlenül ugye ismertük őket, és közösen adtuk be ezt a pályázatot. Mi vagyunk a projektgazdák, ahogy szokták hivatalosan mondani, és így a 98 ezer euróból 66 vagy 65 ezer euró a miénk, és akkor a 32-33 az övék. Ez egy borzasztó jó pályázat, mert a mi részünkről majdnem 100%-os intenzitású. Tudnélik, az önrészt ideadja a Magyar Fejlesztési Ügynökség, tehát nagyon a magyar állam ideadja az önrészt, egy nagyon kevés kis önrészt kellett volna. Egyetlen egy dolog sántít ebbe a pályázatba, hogy az előlegtől eltekintve utófinanszírozott, és nagyon sokáig jön vissza a pénz. Viszont most mondhatnám azt, hogy szerencsénk volt, mert a városhoz fordultunk segítségért, és a közgyűlés megszavazta 10 ezer euró támogatást, amivel át tudjuk hidalni ezeket a problémákat. Mert az a baj, hogy negyedévenként lehet elszámolni, és ahhoz képest 4 hónap múlva jön a pénz meg, amit elköltöttünk. És a kosárlabda még ezt nem tudná finanszírozni. Ez egy nagyon jó program, de az egész program arra épül, hogy minél több gyereket mozgassunk meg, határon innen és túl. Volt egy nyitókonferencia, az Csókán volt március elején, lesz az árokonferencia Vásárhelyen december végén. Tartottunk egy edző és bíró továbbképzést március 20-21-én Vásárhelyen. Ugyanez lesz Csókán december elején, és a két időpont között az pedig a gyerekeknek a sportjáról szól. 6 nagy nemzetközi tornát rendezünk, 4-et mi, 2-t a szerb partnerünk, és ezen kívül még nyáron 2-2 edzőtábor is lesz, tehát egy Csókán, egy meg Vásárhelyen. Tehát ezekre a tornákra körülbelül egy 160-180 gyerek, 14-15-16 csapatot mozgatunk meg, az edzőtáborban pedig 40-40 magyar és szerb gyerek fog részt venni, úgyhogy nagyon jó lesz az ismerkedése barátkozásra. Itt ma a Vásárhelyen egy kétnapos rendezvényről volt szó. Milyen részleteket lehet elárulni? A kétnapos rendezvénynek tehát azon kellett spekulálni, hogy tudunk ilyen sok csapatot megmozgatni. Most ezt a klasszikus értelművet tornán, ugye mindig van a helyezésekén megy a küzdelem, de hát az nagyon időigényes, mert ugye mindenki mindenkivel nem játszhat, úgyhogy mi úgy döntöttünk, és egyetértettek velünk a meghívottak is, hogy ez egy olyan torna lesz, ahol nincsenek se nyertesek, se győztesek, tehát nem lesz első helyezett, nem lesz eredményhirdetés. Itt minden csapat játszik 3-4 meccset a két nap alatt, mindegyik magyar csapat játszik román csapattal és szerbel is, a szerbek játszanak románokkal, tehát gyakorlatilag minden nemzetnek a kosárlabda kultúrájába kicsit bele lehet kóstolni, és hát nyilvánvalóan a meccsek azért életre halára mennek, mert mindenki győzni akar, de senki se számolja, hogy te most a 4 meccsből 3 hányat nyertél meg, de játsszuk a meccset, és jön a következő csapat. Milyen hangulata van ennek a rendezvénynek? Nagyon jó, a tegnapi nap az nagyon jó volt, mert ugye tegnap az összes csapat itt volt a Hótói sportcsarnokban, és ugye forgószínpadszerűen váltott, tehát óránként voltak a meccsek, és ugye akkor még az sem ment el, aki nem játszott, vagy aki legközelebb játszik. Ma már kicsikét másabb, mert most már a szerb csapatok is, ahogy lejátsza a meccset, már megy haza, a román csapatok szintén mennek, tehát folyamatosan elfogytunk, és most még délután azért lesz egy 4 csapatos torna, de ezen már csak magyar csapatok vesznek részt.
Arányaiban nézve hány román, hány szerb, hány magyar csapat indult? Magyar csapat, azt még elfelejtem mondani, hogy 98-99-es korosztályról van szó, és három, most ezt ragozhatjuk, hogy szerb vagy vajdaság, én jobb szeretném vajdaságnak mondani, tehát három vajdasági csapat, a csókai, a magyar kanizsai és a kikindaiak most játszanak éppen, és három erdélyi csapat, mondjuk így a román csapatokat, egy Nagyváradról, egy Temesvárra, egy pedig Aradról. És akkor mellettük még mi két csapattal vettünk részt, és még most érkezik a Mezőberény, a Békés és a Kecskemét is. Emellett, ezzel párhuzamosan, tegnap nagyon kemény nap volt, tegnap a Kossuthban is volt egy négy csapatos torna, azon pedig két vásárhelyi, egy mezőberényi és egy Szeged melletti domaszéki csapat vett részt, de mások, mint ma. Tehát akkor nem is volt elég ez az egy helyszín? Nem volt elég, csak így tudtuk megoldani. Ma is este, reggel 8-tól este 8-ig itt leszünk, tegnap is itt voltunk, és még a Kossuthban is tegnap nyomtuk 8 órától fél 3-ig. Így lehet, hogy beleszorítani ezt a millió meccset. Ugye ez egy többnapos rendezvény, rengeteg csapattal, az elhelyezésüket hogy oldották meg? Hát az elhelyezésüket a főiskolán oldottuk meg. Céltudatos volt az időpontnak a kiválasztása, mert ugye a jövő héten már a mezőgazdasági kiállítás lesz, és ez volt az utolsó olyan hét, amikor még volt szabad kapacitás a főiskolának. Mondjuk annyira nem örültek nekünk, ezt meg kell mondani őszintén, mert az egynapos vendég az nem annyira jó vendég. Mert ugye itt úgy kell nézni, hogy szombat reggel jönnek a csapatok, akkor kapnak étkezést, vagy ebédet, vacsorát, szállás, másnap reggelit, másnap ebédet, de hát mondjuk ez úgy lenne az igazi, a szálláskiadónak legalább egy 3 napig marad valaki. Most a szálláskiadás jött eszembe, hogy úgy a 3 vajdasági, mint a 3 erdélyi csapatnak, hát most nyilvánvalóan a vezetőkről beszélek, meg a kísérőkről, meg az edzőkről, rettenetesen tetszett Hódmezővásárhely, pedig mondjuk Temesvár és Arad ugye nagyváros, Nagyvárad is nagyváros, de nagyon tetszett a városnak a milliója. Hihetetlen érdeklődést tanúsítottak a strand után, úgyhogy ha legközelebb jönnek, akkor azt mondták, hogy 2 nappal tovább maradnak, mert szeretnék lemenni a strandra is. Most csak kívülről tudtuk megmutatni tegnap este, mert a vacsora után elsétáltunk arra, de hát ugye még ki volt világítva és még nyitva is ott a strand, úgyhogy szereztünk újabb ismerőséget Vásárhelynek. Tehát ez egy turisztikai vonzerőt is jelent, el lehet mondani. Azt is jelenthet, mert ugye ez nem csak a gyerekekről szól, hanem a gyerekeknek ugye vannak szülők, elmondják otthon, ezek az egyesületeknek van vezetősége. A legtöbb helyről jöttek, hogy szokták ezt mondani, egyéb vezetők is. Például Csókáról itt volt az előző ciklusnak a polgármestere, tehát a Szerbiai Demokratikus Uniónak a szélje, és most pedig a vajdasági parlamentben képviselő. Ő is itt volt tegnap este, mondta, hogy nagyon sokat hallott Vásárhelyről, Lázár Jánosról különösen, mondta, hogy szeretné majd ő is, hogyha legközelebb jönnek, akkor a városvezetése is megismerkedni. De ugyanez volt, mikor kint voltunk Csókán, a nyitókonferencián, ott is ott volt az alpolgármester, meg a polgármester hivatal többen is, és mondták, hogy ha már Zentával testvérváros vagyunk, akkor ők is szívesen, tehát legközelebb szívesen eljönnek, tehát a város vezetői szintjén is, mondtam, hogy semmi akadály, örömmel látjuk őket. És mennyire volt nehéz vagy könnyű motiválni a csapatokat, hogy azért ilyen sokan eljöjjenek? Hát a csapatokat könnyű motiválni, mert Magyarországon nagyon jó szervezett kosárlabdabajnokság van, de mivel nincsen túl sok kosárcsapat, ez ugye egy paradoxon, amit mondok, nagyon ritkán vannak meccsek. Tehát a magyar részről nagy öröm. Ugyanez van Romániában is. Annyi különbség, hogy Romániában még ugye sokkal nagyobbak a távolságok. Tehát ő jobban jár, hogyha eljön Vásárhelyre, mondjuk Aradról vagy Temesvárról 80-90 kilométerrel, és itt tudja játszani 3-4 meccset 2 nap alatt, mint hogyha esetleg elmegy Bukarestben, mondjuk 600 kilométer. A vajdaságiaknál ott kettős a dolog, mert a nagyobb városoknál, azoknál nagyon szervezett bajnokság vannak városon belül is, a kisebbek megörülnek a lehetőség. De egyébként mindenki örült, hogy játszhat, mert mondjuk nemzetközi, a gyereknek hatalmas élmény. A nemzetközi meccset játszani, ez erről fog beszélni hetekig, de hónap biztos az iskolában. És hogy szerepeltek a vásárhelyek? Nyilván ugye beszéltük, hogy itt nem osztanak helyezéseket, díjakat se talán, de mégis hogy szerepeltek a vásárhelyek egy átlag számot nézve? Legyek
kicsit körülírtan, mondjuk olyan fele-fele, tehát 50%-ig a meccsek felét megnyertük, felét elvesztettük. Meg kell mondani őszintén, hogy egyetlen egy hiba van azért ezekben a nagyon baráti jellegű, úgymond nemzetközi tornákban. Nagyon nehéz, mivel semmiféle kontroll nincsen. Most tehát nem azért mondom, mert a legjobb csapatunk kikapott kétszer, hanem én úgy gondolom, hogy viszonylag lezserül vették a korhatárt. Tehát most hiába mondtuk mi, hogy 99-es vagy 98-as, hát ha van már az a három gyerek, akkor hogy jöjjön. Na mindegy, tehát ez nem olyan, mint egy rendes bajnoki meccs, ahol igazolásokat le kell adni, az ellenőr megnézi. Itt mindenki játszik a játékkedvéért. De nagyon jó meccset játszottak, tehát a 98-as csapatunknak óriási élmény volt, mert két rettentő, tehát ezek a nagyváradi csapat is, meg a kikindei csapat is, a vajdaság, illetve a román vajdaság élmezőnyibe tartozik. És hát jellemző egyébként, hogy az összes, tehát mind a hat csapat meghívott már bennünket, és szeretettel várnak, és más korosztályú gyerekekkel is jönnének. Hogyan folytatódik ez a rendezvénysorozat? Ugye említette, hogy decemberben lesz a projekt zárás. Addig lesz-e egyéb más mérkőzés? Folyamatosan el van osztva. Jövő hónapban, tehát májusban, azt hiszem, tehát 25-26-a, hogyha úgy jön ki a hétvége, akkor jön Csókán a torna, ugyanennek a korosztálynak, és már ők meghívták, akik itt is megjöttek meg a erdélyi csapatokat, mindegyiket meghívták, de ott még tudunk más szerb csapatokkal is játszani. Utána júniusban újra vásárolják ezt torna, de fiatalabbaknak, 2001-2002-eseknek. Júliusban lesz egy egyhetes edzőtábor Vásárhelyen, már nagyon készülnek a Tiszapartra, hogy mert mondtuk, hogy majd Mártéjön lesznek elszállásra, nagyon-nagyon várják már, és augusztusban mi megyünk, vagyis hát a mi gyerekeink mennek Zenta mellé szintén a Tiszapartra. És szeptemberben újra torna Vásárhelyen, októberben torna Csókán, novemberben torna Vásárhelyen. Ugye minden hónapban van egy 2-3-4 napos rendezvény. Ez a rendezvénysorozat úgy tűnik nagy sikerrel zárul. Tervezi a Vásárhelyi Kosársuli, hogy esetleg jövőre indít egy hasonlót vagy pályázatot nyújt be? Igen, tehát a pályázatunkban is azt írtuk, hogy attól függetlenül, hogy jövőre lesz ilyen pályázat vagy sem, mert nyilvánvaló, tehát ennek azért jókor anyagi vonzata van. Ugye nem beszéltünk le, de hát mindenki tudja, azért 150 körüli személyt, még ha akár rövid időre is vendégül látni, tehát szállással, étkezéssel ellátni nem könnyű. És mármint anyagilag nem könnyű megoldani. Ebbe segít nagyon sokat ez az EU-s pályázat. Már a pályázatunkban is jeleztük, hogy a jövő évi, tehát nem biztos, hogy lesz ilyen pályázat, ugye ez a baj, de én azért abban bízok, hogy lesz, van ilyen magyar-román határmenti pályázatok is, általában ezeket két évenként írják ki, és úgy egymás kerülik. Tehát most az idén én várom, hogy lesz magyar-román kiírás, akkor abban nevezünk be, és akkor így folytatjuk.